Ményei Klára, happy end. Jelenet a koronavírus idejéről. Épp egy zoomos hívás közepén vagyunk, fiú és lány beszélgetnek. Ez így már nem működik. Eltávolodtunk egymástól, sajnálom. De én ezt most nem értem. Mert 2 hónapja nem találkoztunk. Így nem lehet fenntartani egy kapcsolatot. Alig emlékszem rád. A személyes találkozások nélkül nem létezik kapcsolat. A karantén megölte a szerelmünket. De ez nem az én hibám. A te anyukád mondta, hogy nem találkozhatunk. És azt mondtad, hogy ez nem befolyásol semmit. Megváltozott a helyzet. Bennem. Persze, ha nem lenne karantén... Igazából már nincs. Azt írják, hogy holnaptól minden korlátozást feloldanak. Igen? Hm? Ezt hol olvasod? Istenem, ez a sors, hát én olyan boldog vagyok. Tényleg jó. Látod? Minden megoldódott. Nem kell szakítanunk. Hát... nem is tudom. Szerintem már túlzottan eltávolodtunk egymástól. Nehéz lenne újra kezdeni. Hát, de izgalmas is. Mintha most ismernénk meg egymást. Nekem ez nem megy. Sajnálom. De hát azt mondtad, hogy ha nem lenne karantén... Hát, figyelj. Nem akarlak ezzel... Nem akartalak terhelni. De a karanténban megváltoztam. Nem bírok emberekkel együtt lenni. Még a saját családommal sem. Érted? Ez nekem a legnagyobb szenvedés. Nekem. Nem tudok egy kapcsolatot fenntartani. Személyes találkozás nélkül pedig már végképp. Nem tudok veled kedves lenni. Nem miattad, hanem miattam. Na, sikerült végre lerázni a csajt?